Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Mata Barna vagyok, és ez itt a Let's Play Európa Universalis 4 következő része. A legutóbb megtanultuk, hogy a nyugat-európai hatalmak olyan baromira unatkoznak, hogy nincs jobb dolguk, mint hogy több tízezeres hadsereget küldjenek Novgorodba, hogy a német államok leszarják, hogy több mint 100 000 francia mehet el Észak-Németországba, és hogy Franciaország olyan baromi lusta, hogy még egy ezredet sem rendel ki a kolóniai védelmére. Ma a lövésem sincs, hogy mit fogunk csinálni, de biztos vagyok benne, hogy pontosan ugyanazzal a monotonitással fogom kommentálni, mint a múltkor. Nos, legutóbb elkezdtük fejleszteni a hadseregünket, azzal, hogy felvettük ezt az idea fát, és nem is állt volna tenni bele valamit, úgyhogy meg fogjuk venni ezt, amint tudjuk. Technológiánk most úgyis jó nagy előnyben van a többi európai államhoz képest. Valamint elkezdem növelni Francia és Spanyolországgal a kapcsolataimat, igen, Spanciaországgal a kettő kombinációjával. És legalább az egyikkel próbálok szerezni egy házasságot. Aztán meg eléggé megdobja a kapcsolatainkat ahhoz, hogy szövetségre is tudjunk lépni. Mert az angolok seggfejek. Még mindig riválisként tekintenek rám, annak ennyire, hogy ott van Spanyolország. Mi ez? Kapjunk egy konkvisztádort, vagy... inkább most több kolonistára van szükségem. És most, hogy 100%-ban növekedett a mennyiségük, fel is dobjuk. Ó! Ezt adósságot vissza kéne majd valamikor fizetnem, mi? Meg is dobjuk a kolóniák fenntartását egy kicsit. Egy új embert kapunk évente, szuper. Pofon vágjuk az inflációt. Talán ez segíteni fog valamennyit. Vagy... nem, ennek az nincs köze, sajnálatos módon. Nagyságunk még erősödik újra. Holsteint ugye most nem védi senki. Pfalz védi, de az tudjuk mennyit ér. Moszkva megverte Astrahaint, miközben a litvánok és a spanyolok szarrá verik. Várjunk. Hogy kerültek ide a spanyolok? Ja, gondolom átmeneteltek Lengyelországon. Egy új kazányi uralkodunk. Ezek itt miért nem kapnak erősítést? Vissza kell őket meneteltetnem Szielandra, vagy mi van? Ezekkel helyet cserélünk? Magyarországon van egy új Habsburgház István. Megvannak az emberi erőforrásaink, ezek meg nincsenek tele. Mi a fene? Ja, leúszta minimumra a fenntartás, és akkor nem kapnak erősítést az embereink fenébe. Nagyon még egy pofon az inflációnak. Egy hónapig fent tudjuk tartani ezt. Vasárnapi iskolák, jó. Gyorsítja az áttérést. Nagy-Britannia megverte Savoyt. Igazából pénzre lenne szükségünk, de Holsteint fogjuk elfoglalni. Nem érdekel, hogy mi van valahol Ázsiában. Magyarországon van egy új király? Nem, még mindig Habsburg. Ó, az osztrákok integrálták Horvátországot. Remek! Most még az őslakosok is becsesznek nekem. Viszont nem engedhetem meg magamnak, hogy csökkenjenek a kolóniáim. Miből is lesz legközelebb teljes jogú tartomány? Ebből itt, Mikmekből. És még az is jóval odébb van. Meddig van jogom Holstein területeire? Erre már nincs. Ez a 35 február. Micsoda? 1635 február. 1645-öt írunk. The fuck? Oké, fenébe. Lehet, hogy kénytelen ezek fölvenni még egy adósságot. És lerohanjuk Holsteint. Angliában ugye szarra sem megyek ezzel a joggal, de nem ám. Van egy gyenge jogú örökösük. Nem tudom megkövetelni a jogot, mert ugye nem tudnám odavinni a szárazföldi haderőmet. Litvánia megverte Moszkvát. A britek kiegyeztek a Flandriával. Franciákkal egyre jobbak a kapcsolatok. Ó, egy spanyol-francia háború. Segítenek Brabantnak. Franciaországban nincs kázusz bellim, ugye nincs? És van egy kubasz szövetségesük, szóval a koalícióval sem mennék sokra. Pláne, hogy szinte üres.
Spanyolország ellen van koalíció? Nincs. Az Isten itt. Franciaország, engedje már a csapatikat. Átengedjük őket egyelőre. Megpróbálunk valahogy kibékülni a franciákkal. És kellőképpen fel tudjuk pumpálni a kapcsolatainkat, ami elég érdekes lesz. Oké, Londonc áttért. Aztán pénzbe kerül nekünk a missionáris küldegetés, ugye? Ja, úgy tűnik. Ja, közvetetten. Nem baj, térítsük el Pszikovot. Ez nem jó. Mik meg hogy áll? 598 ember. A briteket jól elvágtuk a franciákkal Amerikától, talán még Floridát tudnák kolonizálni és onnan benyomulhatnának a csiroki területekre. A spanyolok meg végre elkezdték kiépíteni a birodalmukat. Irak átért a szunita hitre. Ez érdekes. Várjunk, hol van Irak? Hol van Irak? Bush, mit tettél? Nem találom Irakot. Ott van Irak. A lehető leglogikátlanabb helyen, oké. Nem tudom, hogy kirült oda, de ott van Irak. Lehet, hogy kénytelen leszek adósságot felvenni tényleg. Még lejjebb tudom vinni az inflációt. Oké. Kimaxoltuk a francia-spanyol kapcsolatokat. Valamelyikkel tudunk házasságot kötni? Nem. Franciákhoz állunk közelebb, de az a baj, hogy most semlegesként tekintenek rám. Ja, én meg még mindig utálom őket, szóval szarra sem megyek vele, mert ugye amíg én nem szeretem őket, addig se tudok szövetségre lépni velük. Na, hülyeség, fájna. Nem baj, az a galamb, nem kell túl sok galamb. Vissza kéne fizetnem azt az adósságot, de nem fogom tudni megtenni. Oké, hol senki kivédi? Most per pillanat kivédi őket. Felcélézés is Brabant, oké. Visszavonjuk az átmenetési engedélyünket. És a flottánkat kirendeljük. Oké, pont most kapunk egy morál boostot. Flottánkat kirendeljük oda. Felveszünk egy adósságot. Feltudjuk a hadsereg fenntartását egy kicsit. Nem maxra sajnos, mert ugye addig nem tudjuk. Egy de baromi sorba kerülnek nekem ezek a kolóniák. Oké. Kicsit lejtünk a kolóniák fenntartásából. Csak amíg jó magasra fölmegy a morál és szétverik a holsteini hadsereget. Négy feltételezem, most embert veszítünk mindenhol. Ja. Évente 120-et, szóval ha 2 évig fenntartanánk ezt, akkor szédesne minden kolóniánk szinte. Francba. Azért egy kicsit emeljünk rajta. Kis deficitet azért elbírunk, főleg most, hogy adósságot vettünk fel. Ó! A legjobb korban pszichobba lázadás. Oké, fogjuk ezt a flottát és kivisszük a... Nem viszük ki a cseget Szélánból, mert ugye azt számít, hogy hány egység van, nem az, hogy hányan vannak az emberek, mert a hajók egységben viszik a terhet, nem emberben. Ezeket feldobjuk a hajóra, kivisszük őket a partra. Legalább közben az egységet helyre jön, az le is viszi egy kicsit a fenntartási költségeket. Báldani elszászi, vagy Velencei elszászi szövetség. Oké, kidobtuk a flottát, menjünk Pszikovba, verjük meg a lázadókat, forduljunk vissza. Pszikovi nacionalisták. Oké, ezt tovább is toljuk. Ez jót tesz a hadvezetőinknek. A következő szín meg jót tesz az emberi erőforrásainak, szuper. Mameluk Adali Unió. Verjünk az ott biztos, hogy Irak volt? Ja, az ott biztos Irak, oké. És
és azzal kötöttek ott uniót a mamelukok. Csak egy kicsit ugye hasonló az ászlajuk. Van egy kereskedőnk, akivel szarra sem megyünk, mert nincs pénzünk felbérelni. Na, legalább nem kell erősítünk gazdaságot, szóval most ismét vissza tudjuk emelni egy kicsit a kolóniák fenntartását. Felfedeztük a belső Kongót, szuper. És most hadat üzenünk Holsteinnak. Fünt nevezünk meg célpontnak, de beveszünk mind fünt, mind Schleswiget. A szövetségeseink szarnak belépni természetesen. Na, a flottánk fenntartása nem érdekel kimondottan, úgysem akkora Holsteini flotta, hogyha egyáltalán van. Itt blokkád alatt vonunk mindent. Fünn, miért nem áll blokkád alatt? Blokkád alattál? Remélem. Ja, blokkád alattál, oké. Ja, annak a másik oldalán van a kikötő. Na mindegy. Fűnbe veszünk gyorsan, aztán utána folytatjuk a megszállást. Pfalc belépett. Ah, és Pfalc minden szövetséges, ezt el is felejtettem. Ó, van egy gyerek, remélem nem lépnek be. Úgy tűnik, nem akarnak. De beléptek. Ej, de jó. Szóval ezzel állunk hadba. Magyarok nem kedvelnek minket. Ezek nem fognak belépni. Pláne nem, mert nem tudom, hogy hol kell őket behívni. Úgyhogy nem itt, akkor nem tudom, hogy hol kéne. Hol a francba tudom behívni a szövetségeseimet? Még szövetségben vagyunk, nem? Igen, nagyon is szövetségben vagyunk. Akkor hol tudom őket behívni? Nem. 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 És... nem. Hol a francba tudom őket behívni? Mindegy, majd megtalálom valamikor. Úgyse jönnének be, feltételezem, hogyha eredetileg se akartak. Francia-spanyol embargó. Ó, spanyol csapatok szállják meg a francia tartományokat Spanyolországban. Ez érdekes. Arra meg Brandenburg ráült a hadseregemre, és most lemorzsolódunk. Türingiai béka a máltai lovagrenddel, ha jól láttam. Hol a fenébe van a behívás gomb? Tudom, hogy nem csak a háború elején tudom őket behívni, mert ott van az a 60 napos dolog. Egyszerűen elfejtettem. Közben még lejjebb toljuk az inflációt. Toljunk még egyen lejjebb. Veszítsünk egy kis presztízst. Lengyelek megverték a kereskedelmi flottámat, remek. Ja, el is fejtettem, lengyeleknek van flottája viszont. Várjuk meg, tegyünk róla, hogy ne legyen. Ó, jönnek a velencei erők. Jobban örültem volna, hogy a Pfalz nem lép be a háborúba. Az oszmántörök, akik kiáltották magukat kalifának. Ó, pedig itt van egy eléggé komoly lázadás. Trónviszály és bolgár nacionalisták. Az oszmántörökök amúgy azóta nem is harcolnak a mamelukokkal szinte. Sőt, úgy, hogy van, nem terjeszkednek sem erre. Annak találták Boszniát, aztán azóta semmi. Nem akarok felemelni még háborús adókat, az ugye eléggé fölviszi a kimerültségünket. Mimet vonták blokkád alá a lengyelek? A finnöblöt. Verjük meg őket. Nem minél, hogy szükség van a fenntartásra ahhoz, hogy megverjünk három hajót 30-szal, legalábbis remélem, hogy nem. Remek. Ó, a fenébe szétverték egy kolóniámat. Föl kell vinnem a fenntartást. Fölviszük 8-ra. Ezt a kolóniát majd vissza kell szereznünk, de nem mielőtt megoldódik ez az egész gazdasági akármicsoda, és mi a fene ez az akadozás? Mindegy. Így viszont az ellenünk fönnálló szövetség ereje eléggé nagy. Ezt a hadsereget hagyjuk, hogy megszállja fünt.
aztán blokkád alá vonjuk. Egy kicsit gyorsítsuk a folyamatot. Nem minden, hogy lekínálítom a kereskedelmet, csak szétverjük ezt a pár lengyel flottácskát. Sőt, ezeket egyszerűen kiszorítjuk a balti tengerről és kész. Van blokkád alá, hogyha akarod. Pápa megtámadta a máltai lovagokat. Ez érdekes. Mondjuk, hogy jól emlékszem, az egy protestáns királysággá váltak, szóval nem annyira. Mivé váltak a máltai lovagok, ebben nem vagyok biztos. Gondolom Máltára van joguk. Nincs. De van. Ja, egy ortodox királyság. Királyság? Nem, már ortodox nemesi köztársaság. Még jobb. Lezárult a spanyol-brabanti háború. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk. Schleswiget megszálltuk. Oda cseszünk a velenceieknek, ami lehet, hogy egy kicsit... Nem cseszünk oda a velenceieknek. Megállunk Holsteinban. Mert egyesíteni fogja a hadseregét és megpróbál rám lecsapni, amit nem akarok. Van itt 25 000 emberem, az ellenségnek van 29 000, és őszintén remélem, hogy nagyon sietnek a Fűni ostrommal. Nem sietnek eléggé. Meneteljünk le. Ezt a csatát talán megnyerhetjük, hogyha időben odaérünk. És befutottunk. És azt hiszem önálló tartomány lett, hogy is hívjákból. Nem. Akkor mi volt ez? Adál... Ja, Cikovat áttérítettük, remek. Oké, ezt a csodát egyelőre nyerjük, és mi az Isten van ezekkel a lagokkal? Már megfajtak az animációk is egy pillanatra, na mindegy. Oké, úgy tűnik ezt a csodát nyerjük, a túlerő ellenére. Végre kifizetődik a technológia. Placs. Ebben jól kimerültek meg minden. 53 ezer velencei, oké. Hákon erőivel üldözzük őket, Henrikkel visszavonulunk Fűnbe. Ja, de ezek most visszamenekülnek a fővárosig természetesen, sebezhetetlenül vasember üzemmódba. Üldözzük azt a litván egységet, verjük meg. Oké. Talán csapjunk oda a holsteini egységnek a fővárosban. És ostromoljuk újra fönt. Meg Holstein természetesen most. Na, Holstein most jól kimerült áborúba. Ó! Ezt vissza tudjuk fizetni? Vissza tudjuk fizetni, remek. Megverték... Sunt vagy Zsunt? Nem tudom melyiket verték meg. Valaki megvert valakit. Kína politikai még úgyse fog minket érdekelni egy jó száz évig, addig nem lesz ott befolyásunk ilyen körülmények közt. Na, folytassuk azt az ostromot, gyerünk. Hány százalékot vesztek azért, mert nem én irányítom? 6,80. Jó, egy lengyel egység ostromolja Rigát. Ja, de itt most jóval kevesebb pontot kapok azért, mert megszállom ezeket, mert ugye nem Holstein vezeti a háborút. Tehát el kéne menetelnem egészen Pfalzig ahhoz, hogy valami értelmes mennyiségű pontot szerezzek. És azt hiszem közben rájöttem, hogy miért nem tudom behívni Türingiát. Mert ott áldogálnak az egységeik Velencébe. Várjunk, ez az opció addig nem is volt itt? De jó, hogy megjelent. Ezek meg beléptek volna, hogyha betolom ő... Mindegy. Hagyjuk. Már nyerjük a háborút. Oké, még megből önálló kolónia lett. Mennyit önálló tartomány lett. Kolonizáljuk újra ezt a penakkukat, és rendeljük oda előre az egységeinket, hogy kiértsük. Mármint megbékítsük a helyieket. Még megből megcsináljunk magot. Szarba se kerül. Az inflációnk ott meg is szűrhető. Meghalt a tanácsadónk. Vegyünk helyette újat? Vegyünk.
az adósságot majd valamikor vissza kéne fizetnünk. Ez itt mind magami? Igen, mind magami önálló tartomány. Oké. Okay. Franciák most nem igazán tudnak terjeszkedni, mert ott vannak a Huronok meg a Csirakik. Holstein megszálltuk, most jön fönn. Oh, Uszerlán, gyere meg. Oh, fel tudjuk venni a herceget, Gustav. Pont olyan jó tábornok, mint Hákon. Oké, Henriket le fogjuk váltani Gustavra, amint tudjuk. Csak ugye ellenséges területen nem tudjuk. Ami főleg akkor szabadós, hogyha meghal a parancsnokod az ellenséges területen, és nem tudod oda küldeni a másikat, mert fuck logic. Egy évig kapjunk plusz 50%-ot, vagy most kapjunk nagy mennyiséget. Most kapunk nagy mennyiséget, mert minél korábban vissza akarom fizetni ezt az adósságot, hogy ne kelljen a kamatokkal szarakodnom. Oké, fünn megszálltuk. Közben még valaki átért Sunitára. Mint azt nem akarjak elfogadni. Oké. Ezt a sereget fogjuk és kivisszük Rigába harcolni. Utána visszahozzuk őket és megvegyük azt a lengyel erőt, ami ott várakozik Lübeckben. Úgy tűnik nem kell visszahoznunk, megverjük azt így is. Ó, jön a Brandenburg erősítés is, szuper. Rigát pont megszállták a fenébe. Akkor itt szállunk partra. Csak ezt a lengyel médiumot meglátták, és a lengyel flottát valamiért nem támadtunk meg, oké. Oké, azokat ott megvertük. Gondolom Lengyelország is jól kimerül emiatt a háborúba. Támogassuk a fejlődést. Még inkább a bőle pénz, hogy fejlődést támogatok, remek. Fizessük vissza az adósságot. Oké, úgy tűnik ideiglenesen fellendül a gazdaságunk. Kicsit. Menjünk, szálljuk meg Rigát. Elmentelünk Lübeckbe, megverjük azt egy lengyel lovas ezredet. És indulunk Mecklenburgba. Várjunk, az a lengyel lovas ezred ott valamire nyugatinak nézett ki. Azt hol tudom megnézni, milyen csoportban vannak, ezt elfelejtettem. Pedig keletiben vannak. Nem tudom, hogy miért nézett ki annyira nyugatinak az az egység. Kapjuk el azt a lotaringiai egységet. Másnak itt most valami módon legyengítjük a német-római császárságot. Ó, jönnek a svájciak. A legtöbb fontos herceggel csatározunk. Kivéve Türingiát. Meg Szilézián, mert ők még nem küldtek csapatokat, azt hiszem. Vagy megvertük őket abban a nagy ütközetben, nem vagyok benne biztos. Ez lehet, hogy jó lenne megrohamozni. Várjunk még egy hónapot, aztán rohamozzuk meg. Végre megtört a brit-novgorodi szövetség, erre vártam. Jó, itt van a sziléziai hadsereg, ott jön a lengyel. Ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó. Oké, ezt megrohamozzuk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Sodátot nem fogjuk, de megnyerjük, így is úgy tűnik. De jó lenne azért, hogyha oda tudnám vinni az erősítésemet. De nem fognak odaérni a csata végéig, az már biztos. Nullán van a morálja, miért nem menekülne azért? Oké, azért egy horsány, ha jól még elbírunk, menjünk, verjünk meg azt a fálszírőt Kurlandban. Kurcsom, hogy Lengyelország nem merül ki jobban, nagyon daráljuk az embereiket. Mi persze kimerülünk. Szerencsére van diplomáciai pontunk, lehet, hogy Lengyelország is úgy tartja leszorítva. Felcérők elmátelnek. Oké, megvertünk még egy lengyel hadsereget, akik még mindig nem igazán merülnek ki. Egy kicsit azért kezdenek, szerintem úgy szorítják le. Lehetetlen, hogy azok a nagy csaták ne értek volna legalább kettőt. Mi ez a túlterjeszkedés? Ja? Ebből a kettőből itt magot kéne csinálni. Osztrov nem volt az enyém? Ezek szerint nem. Ebből a kettőből magot kéne csinálnom itt.
Rigát meg áttérítjük svédre. Van egy új osztrák Habsburgunk. Azokból sosem elég. Növeljük meg a flottánk fenntartását egy kicsit. Maxra. És várjunk egy hónapot, még mielőtt elindítjuk őket. Kereskedő flottáink dokkolnak. Ó, Indokínában valaki terjeszkedik. Na, verjünk meg. Oké, ez fura volt. Frevz bedöglött, és... most meg van 10 FPS-em. Meg valami ázsiai országok szövetkeznek, és mi az Isten van egy pillanat. Frevzon, amit már nagyon szarakodik, ma a Róm is össze-vissza szarakodott, meg lagolt. Na, amikor kikapcsolom abban a pillanatban, tökéletesen működik. Oké, úgyhogy most el... nem múlt el. Nem tudom, hogy ez mi egy pillanat, megpróbálom újraindítani a Frepset.